Nos, jövünk be Feri bátyámhoz, Gyurival meg Tomival, és ugye megyünk, képzeld el, Brassóba. Igen. És eszembe jutottál, hogy jövünk itt Mikóújfalun keresztül. Örvendek. És a Tomi, ő autószerelő szeretne lenni, képzeld el. Szép szakma. Úgy szeretem én is. Én a kamionsofőr voltam életen keresztül, és már gyerekkorom óta részt vettem egy 3 éves iskolába, ahol megtanították szakszerűen a dolgokat. Mi az, hogy működik, milyen alkatrészek. És akkor lévén, hogy sofőr voltam végig, a kocsinak a karbantartásánál részt kellett venni. A-tól Z-ig. És itt megtanították legelőször a munkavédelmet, hogy beütözöl a ruhába, hogy ott kell kinézzen. És akkor az eszközöket, amikkel kellő javítási munkálat, mit használsz, az hogy használod? Kötelező módon. Képzeld el, Tomi is most nem ilyen, mit tudom én, milyen feliratos pólót vagy pulóvert vett magának, hanem egy salapétát, képzeld el. Hogy abba tudjon dolgozni. És kérdeztem tőle, hogy tudja, mi az az IMZ? Azt mondta, hogy nem. Kérdezi. IMZ. IMZ-nek mondjuk. 1966-ban gyártott katonai autó. 1966-ban? Igen, akkor volt gyártva. Katonai autó akkor. Abban az időben ezek a típusú autók voltak a román kommunista párt alkalmazottjainak, akik terepen jártak. Abszolút ők használtak az ilyesmét, és a hadsereg. Uh-huh. Na mondjad, hol van a csinód? Agárszék. Másképp úgy van, hogy agárszék. Nincs meg a térképen, hogy csinód, hanem agárszék. Melyik megye? Hargita. Csíkszentmártontól, ahogy kell felmenni az Úz völgye fele. A Mártontól, a csinód tényleg, most jön be a képbe. Aha, értem. És mondjátok, hogy jól hallottam, hogy Csíkszentmártontól az Úz völgye fele aszfaltút van most? Igen. Elkészítették, igen. Igen. Nem, ott a egerszéki elágazásig van úgy. Sajnán még az Úzvölgyen messze van-e? Hát, még egy 11-néhány kilométer. Ez rossz út, rossz? Nem, elég jó. Murvás út. Kiskocsival is. Na, Tomi, mit szólsz ehhez a géphez? Jó kocsi. Na, kérdezgessél Feri bátyámtól, hogy működik, mind működik. Milyen autó ez? Itt van az emblemája, M461. M461. Általában a traktornál is azt mondják, hogy U650, vagy U651, az egy a végén azt jelképezi, hogy két differenciálos. Előn is húz, hátul is húz. Már van traktorban szimpla elő, igen. Van 51-es, azt mondjuk 51-es, ott már első meghajtás is van. Ez a M461-es. M46. És ez a RO embléma? Az a gyár. Autoturizm. Románia. Románia. Uh-huh. Autoturizm Románia. Tehát az RO, ez azt jelenti, autoturizm Románia. Igen. Tehát ez 1966-os. Igen. És van benne. Nézzük meg a motorját is. Az eredetiségből egy kicsit ki van véve. Átmentünk inkább a hasznosabb fele. Mert ebben milyen motor volt eredetileg, 75 lóerős benzines motor, nagy volt a fogyasztás. Akkor nem számított, amikor ez úgy fungált, és a tulajdonosnak nem számított. 14 liter, 100 kilométerben. Az szép. De erős volt. Azt most nem kibírja meg. A mi kis kocsink, amivel ugye nap járunk, hát fogyasztunk benzinből 6-7 litre. Ugye van. Egy ilyen közönséges ember. Ahol 4000 köbcentiről beszélünk, 4500-ról, az megint 10 fejjel fogyaszt. No, de ott elő is van. És ez akkor én úgy vettem már meg, hogy ki volt cserélve egy bizonyos traktormotrocskával, ami 3 hengerecske csak. No, de olyan szívós motor, tehát de ez dízel. Dízel, hogy Ez úgy van gyártva, hogy teljes gázzal, teljes turnáfordulattal a traktorba, a barázdába éveken keresztül egy végbe szedi. Nem az, hogy a fél gáz vagy miféle, hanem teljes gázra van gyártva, mint a traktormotor, az mindig úgy van. A traktormotornak
az úgy van felépítve, hogy a fordulatszám, a nagy motoré 1800 a maximum, azon fejjel nem lehet menni, mert az be van állítva. Ez pedig 2000-2300 a maximum fordulat, de ezzel az egész életén keresztül így megy, a barazdába. Nálam nem kell menni, nem turával, mert hát én nem megyek van turával, és éppen ebből adódik, hogy ellenálló, szívós, nem ki... Mióta van ebbe az a motor? Nem lehet tudni. De igen, a technikai könyvben, amelyik ki van, Katede Identitate, ugye mondják, az, igen, 1987. 87-től? Igen, mert... Az a motor van benne? Igen, visszatudtam menni a technikai könyvben szereplő név után, megtalálta Mosdolán. A bácsit. Igen. Ferenc gyárfásnak hívják, Osdolán lakik most is, 82 éves. Uh-huh. És ő azt mondja, hogy ő 87-ben ezt úgy vette meg, hogy már be volt szerelve a dízelmotor. Igen. Már akkor megvette, mikor megvette. Törzskönyv, úgy mondjuk neki. Igen. Törzskönyvben ő így vette meg, és ő úgy íratta be ebben a motorral. Hát ezzel szerintem mehetnél nyugodtan Csernátonba a burroktatásra is. Hát kérem szépen, akkor nézzük szemek, hogyha már erről van szó. Na, Tomi, mit szólsz hozzá? Érdekes? mit ír itt hátul? Ez milyen lehúzós? Ha? Jaj, tényleg itt van a Csernátoni. Hát nem ott voltam, nem ott találkoztunk. Igaz, na, a igaz burroktatás, jaj. Mert Csernátonban van ilyen burroktatás, ahol vannak ilyen régi gépek. Na majd jövőre, ha úgy jön ki, Tomi, akkor elmegyünk együtt. Mit szólsz hozzá? Nem a jövőre, hanem idén szeptember. Szombatján van a burroktató a Csernátonban, hát aztán... Hallottál már róla? Igen, láttam, mintha... Csináltam filmet is. Vannak ilyen régi favágógépek is, ilyen stabil motorok, tudom, amelyiket van, amikor lóhúzott, és akkor behúztak az udvarba, vágták a fát, ilyen dum-dum-dum. Ajjajjaj, azt úgy érve. Csühögő. Így a föld is remek, tudod, mikor egy elköhinti magát, dum-dum. És akkor egész gyorsan. Nézzük meg akkor a hátulját, hogyha már itt vagyunk. Nyissuk ki. Szóval ezt ilyen hátulájára vagytok kíváncsi, a hátuljára. Hát csak mondom, ha már itt vagyunk a hátulján. Hát látod, a turista felszerelés kényszerűen. Asztal a székekkel, szóval napodó székekkel. Zuspa. Az a tartály az mi ott jobbról? Üzemanyag tartály, mert az övé az eredeti itt van, de problémát okozott sokszor. Hiába vettem meg kétszer is, kimostam minden. Dugult el az üzemanyag. Hát ott van az üzemanyag tartály. Nincs gázolajszak bent? Nincs. Le van zárva, rendesen. És... Nem is kell üzemanyag. De ha van is egy kicsi, az velejáró. Ja, velejáró. Ez nem megmondta az illető, ez nem Mercedes Ferrari, már mondtam, hogy itt ott csepeg az olaj, és én nem szeretem, és én mindig utána járok, hogy ott meg se cseppenj, azt mondja Ferrari. Az organizák az, hogy nem tökéletes, nem Mercedes. Nincs mit csinálni, de én úgy, ha meg 66-os. Addig kenem, addig fenem, mert ha alul is vannak problémák, hiába vettem le az olajteknőt, és... Cseréltem ki minden alkatrészt, ami oda jár, szimmeringet, mindent, úgyis sepeget. Egy télen keresztül, mikor jöttünk haza, mindig bújtam be, vettem a festéket, és a szárazra megtörölve, olajfestékkel jóvastak a kentem. Addig kentem ott körbe a karikába, fehérrel, hogy lássam jól, hogy tényleg hol szivárnak az olaj, hogy most nem szivárnak. Ja. És az így működik, így lászolik a motorháztetőt, és ime ez így néz ki. Hüttő, az alsó felső Na kukkancs bele, nagyon gyere Tomi, ahol tudsz. Sárga réz, ez nagyon fontos. Csak kis motor, hát ilyen láttalat. Sárga réz a hűtője. Ennek van egy testvér az ilyen motornak, a négy hengeres, brassai motor, úgy mondjuk mindenki. Az árunk olyan jár, négy hengeres. Ez annyival különbözik, hogy ez csak három henger kis. Ennek az eredeti motora, ami ezt hasonlít, az ilyen gyerekkorunkban hoztál be Olaszországból a Fiat traktorkákot hoztak be, és most is még a kicsikét úgy nevezik, hogy a Fiat. Most már nem Fiat, mert hát ezt a brassói traktorgyár gyártotta, és gyártja őket, de az eredeti onnan jött, Olaszországból. Ezeket én le lehet szerelni, hogyha úgy van nyáron, de a tavanyarat kibírta a legnagyobb hegybe, és nem melegedett a motor,
Jó, nagy a hüttő, az a fontos, ugye, legyen jó nagy a hüttő, tudja hütteni a motort. És akkor, amikor terepre váltasz, akkor hogy váltod át, Feri bátyám? Hát úgy váltom át, hogy ugye itt van az erőátvitel, na, hogyha megmutatom most egy-kettőre, hogy akkor legyen egyértelmű, az úgy működik, hogy ihol van. Mert van bent ott két váltó is, ahogy nézem, két hát igen, váltókom. A sebváltó és a 4x4, 4x4 és a reduktor. Aztán megmagyarázom majd, hogy hogy. Na, itt van a kétféle csésze, erőátvitelnek. Ennek a belső felében nincsenek nuttok, ami átadja az erőt, mert az erőt a kerékre át kell adni, igazi? A féltengely, ez a féltengely, ez adja az erőt, aha, és kapcsolom ezen keresztül, rákapcsolom a kerék agyon, megforgassa a kereket. Értem. Hogyha én szaladok csak az úton, és ezt rakom, akkor a féltengely nem tud beleakaszkodni, hogy hagyja nekem a kereket, hanem szabadon szalad. Értem? Aha, és nem aha. viszi az egész rendszert. Értem. A hegy alatt, most voltunk terepre, akkor veszem le, és ezeken a tőcsavarokon keresztül átadja az erőt, nem átadja. Igen, igen, látom. Ha nincs meg ez a nut benne, akkor nem tudja átadni. Igen, igen, igen. És igen. Forog csak úgy magára. Aha. Hogy hiába ne. Aha. És az a kicsi kar az azért van, hogyha hátra húzom a kicsi kart. Igen. A sebváltó mellett. Hátra húzom. Menjél, nőd nyugodtan, Tomi, bújjál. Akkor berántottam ugyebár a 4x4-be a kicsikart, és a hátra húzom, átolom jobbra, és előtolom, akkor reduktor, lassú. Uh-huh. És akkor lehet a nagykarra menni. Hát az ilyen felező. Igen, felező. Félsebesség csak. Uh-huh. Ami a nagy hát a fordulatszám megmarad, de az erő az megduplázódik. Ez olyan, mint a bicikliken ugye a sebességváltó. Igen, persze, igen. Fogaskerekeket váltok, és akkor a sebesség. Na Tomi, beülsz? Megnézed? Készítek egy fényképet is rólad, ahogy csücselsz be. Nézd meg, hogy milyen az a, milyen márka a lejátszó. A rádiókazettafon. Nézzél rám, Tomi, egy fotóra. Oké. Okay. Lesz ilyen fotód is. Milyen márka? Ott mit írsz? Ott. Igen? Blaupunkt. Blaupunkt, német. Blaupunkt német. Ez micsoda? Mire szolgál? A kis telefonomat belerakom, és ha van benne ellem is, amikor hívásom van, akkor kétfeledők a lámpák elkezdnek villogni. Na. Na még mi hiányzik akkor innen, mi? Ott van a svéd óra, Volvo óra, elektromos óra, látod? Csak ugye most meg van szakítva az áram. Most áram meg van a központi áram megszakító, ilyenkor nincs áram benne. Nézd, milyen terepminta van a tetején is, nél, látod? Igen. Mm-hmm. Meg ez, azt nézem, ez ponyva az így egész. Dukál. Igen, ponyva, ja, persze. Jaj. Mikor megvettem, látod-e, rá van húzva még egy rend. Ez kint állt a napon éveken keresztül, és addig sütötte a nap, hogy a gumírozás a ponyvából kiment. Tönkében. Elő összeégett. És elmentünk utak Csukáshegységbe, uh-huh. Sőt, egy kis eső, amelyik még 3-4 óra múlva, csak mi csak nőtt. És a nyakunkban egyre jobban kezdett itt-ott hullani be az eső. És akkor jöttünk rá, hogy ez itt menthetetlen, valamit csinálni kell. És kis utánajárás után tudtam meg, hogy ilyen ponyvát hol, és ezt kicsinálta is hol, Osdolán. Igen. Csak Osdolán, ahol Ferenc gyárfás bátyám is lakik. Uh-huh. És felvettem a kapcsolatot a katonabarátommal, Osdolai, Csiki Vince, és ő megtudta, hogy az illetőt hogy hívják, hol tartózkodik, és ő vitt el, mikor keresztül mentem reggel korán, ott kellett lenni 7 órára. Uh-huh. És a fiúk ezt ráragasztották. Nézem én is, akkor ez is nem tekerős, hanem tolós itt az igen, ablak. Tolós, igaz? Persze, így van, így van. Aha, jó. Tolós. Mind a kettő. És akkor ez a motor, ez hány lóerős, ez a három hengeres? Mind a két ablak tolható. Uh-huh. Mind a két ablak tolható. Ez a motor, ez hány lóerős akkor, Feri bátyám? 2389 köbcenti, 45 ló. 45 lóerős. Uh-huh. Azt hiszem, hogy 33 kilowatt.
33 kiló. Na Tomi, elfogadnál egy ilyen kis autót? Tetszene mi? Szervokormány rajta. Szervokormányos, igen? Mely típus? Mit írottan? Mazda. Na, egy Mazda szerv. Az övé lévén, hogy mechanikus volt az eleje, hát nagyobb átmérő kellett legyen, mert akkor az erőátvitel véget, nagyobb erőátvitelre voltál képes, ha nagyobb volt az átmérője volánnak. Hát van itt minden, itt toll is, azt nézem. Hú. Hőmérő. Mennyivel tudsz menni úgy? 60-nal szalad az úton. 60-nal. Aztán mi az úton sokat nem szaladunk. Na Tomi, csodálkoznának Csinódon megjelennél egy ilyennel, igaz? Szaladunk a Volkswagennal. Na majd figyelj, majd Feri bátyám javítja, akkor eljöhetsz hozzá tanulni, hogy kell szerelni. Nézzünk egy lerakatott alkatrészből. Na, menjél csak Feri bátyámmal. Na gyártek csak. És nézd meg, milyen rendette a tartott. Annak idején, amikor ugye szettettem erre a gépre, hát még lehetett kapni, találni alkatrészeket. És ide egy pár, ez a bevallak, a minden nem látszik, ugye bár hát ez nem minden nap van szükség. Ne látszik-e. Ez például egy eredeti alkatrésze, a kapcsolószekrényre fogatódik fel, igen, ennél jár a nyomócsapágy. Ezt azért kellett szétszedni, az egész szekrényt leszedni, visszaszerelni. És szétszedni, mert a gyár nem vette le egész annyira, mennyire kellett volna ebből az anyagból azt a részt, és a csapágy nem tudott visszahúzódni, hogy ne tartsa a nyomás alatt a kuplungráncét. És akkor ezt le kellett szerelni, de ennek a belső felfogatása, a kapcsolószeknek a belső részét, fel kell venni a felső deknit, a alsó deknit, szétkeszedni mondom a szekrényt, hogy ezt ki tud cserélni. Tomi, azt azért érted nagyjából, hogy mit mond Feri bátyám? Igen? De kérdezzél is nyugodtan, ne csak az igent mondjad. Csúszkál egy picit a nyomócsapa. Amikor megnyomod a kuplungot, akkor ő nyomás gyakorol a kutyákra, úgy mondjuk, és nyitja, kuplungtársát szabadon hagyja. De ha nem tudod visszajönni, akkor mindig nyomás alatt adotta nekem a kuplungrendszer. Igen. És mind akar, mindig állította, nem jött vissza. Hogy jön vissza, amikor ez gyártási hiba? Tehát ennyit még mondtam éppen azt mondom, hogy be kell vigyem a kollégához, Esztergapadra, és méret szerint egy eredetit meg kell nézzem, vegyen annyi még le az Eszterg a késsel, hogy tudjam majd használni. Más nem tud eligazodni a műhelybe? Hát, nézem, itt van régi kerek. Ez milyen fejszer ez itt fölül? Ez ilyen tűzoltó? Tűzoltó fejszer. Evel várnak, feszítnek, mikor tűz van. Baszta neki, ez meg milyen régi sisak. Ez. Édesapámnak bányász volt. Aha. És ez kötelező módon a munkavédelem. Mikor mentek a szikla alá, befőleg. Baszta neki. Ez kötelező volt feltenni. Ha, de ez meg fém, azt nézem így nem a tetején. Nem fém, műanyag, kemény műanyag. Ez? Igen. Aha. Kemény az műanyag. Kemény műanyag. Aha. Jaj. Ez meg milyen lisztes? Igen, szórólapát. Lisztes szórólapát. Jó kis keresztfűrész. Cigányfúró, ne. Az mondja. Fafúró, cigányfúró. Ez? Igen, az is. Ez cigányfúró. Miért mondják cigányfúrónak? Hát azért már annak idején a kovácsok nem annyira foglalkoznak ilyen szerszámkészítéssel, a cigányok csináltak is. Ezzel furtak, faradtak. Na Tomi, ez mit szólsz, ez tetszik? Mennyelezve és lekenve, lendmag olajjal a nyele. Na. Mentes. Na Gyurika, hogy tetszik? Tudnál vele hálfasogatni fát? Igen? Még a lábat is el tudnál vágni vele. Na az, ami kerek, kicsit nőjél, jó? Erősödjél, ezt hogy használjam. Ja. Na, itt akkor... Egy pár szert emelni van véve, mert valami csatornát kell csináljak, és nekifogtam egy hónapjánál több, de... Na! Valahogy, hogy úgy mondják, hogy egy munkát el akarsz végezni, de a munka kedvis kell. De nézem, még oda mágdaráló is van föltéve. Azt a neki. Ez micsoda? Édesapám csináltatta, ezzel csinálta a teknőt. Igen! Igen, télen bementünk az ort mellé, és ilyen átmérőjű fát, harcsafűrészek, mert nem volt rúzsba. Ilyen harcsafűrész. Ilyen. Elfűrészeltük, a nagy hóba hazahúztuk a nagy szánnal, és akkor ez a szerszámos, még van ennek egy társa, ahol ki tudta válni a fűzfának a belső részét, és a teknőt, hogy nekem, mikor disznóvágás van, mindig kérni kölcsön a teknőt 2 hétig, amikor sóba lesz a dolog,
hanem csináltuk meg, van most is, fenn a padláson. Van egy másik mutatom a harcsafűrészt közbe. Van egy másik változata. No, a harcsafűrészszel visszatérve, az utolsó harcsafűrész, amikor fenettem meg, elő van felakaszva, azt kérdezte a mester, a Mihály mester tőlem a Huzsikornál, Szentgyörgyön, Papa Árpád, Isten nyugtassa, hogy hogy fenje, ingre-e vagy kabátra? Nem tudta, mondom. Te tudod, mit jelent ez? Még nem tudja ő se. Hát mondom, fent ingre. Igen, akkor ingre, én ingre fenni, azt mondja, te mondod. De mondom, álljunk meg akkor, értsen meg, hogy mi az, hogy ingre fenni, vagy kabátra. Azt mondja, hogy ingre fenni, nem fog vágni, és le kell vetkőzni, mert megmelegesz, nem haladsz. Ha kabátra fenném, akkor olyan könnyedén vág, azt mondja, hogy meg se izzadsz. Na. Akkor hagyjad kabátra. Ez jó, na hallod. Mit tanul? Én is tanulok, te is tanulsz, nem Tomi? A látokra érvényes, ezt ne feledd el soha. Hogy fenjük a fűrészt? Ingre vagy kabátra? Kabátra. Ha ingre fened, akkor nehezen vág. Le kell vetkőzni, mert meg izzadsz. Kabátra? Nyugodtan. Játszasz vele. Hát csinódiak egyébként híresek, hogy lóval húzatják a fát, meg rengeteg favágó van ott Csinódon. Mester emberek is. Az biztos, menjetek. Ezt is kivették az Ócskavasban a mérleget. Tehát én nem tudom nézni ilyen mérleget, valaki kiválti az Ócskavasba, csak úgy... Hát de ez is lehet, hogy 100 éves mérleg. A természet lágyöléből mit szedek össze? A bokrok közé kivitték a... És még a név is rajta van, hogy kik vitte. Hát én is valamelyik nap találtam még Bódi Guszti CD-t is, képzeld el ott a Kászonpatak a völgyébe. Hát az is régi mérleg. Mérlegecská, de hát az anyészet, hogy meg kellett mentsem, hogy. Na és itt a kis műhely van, itt minden, Tomi. Mit szólsz hozzá? Bizonyos dolgokat, nem itt írottam. Rapport differenciál 33 a héttel. A differenciálban a fogaskerekek száma. Előható kell találjon, hanem akkor nem tudsz menni. 33 a héttel van. És még egy másik szám, ami nagyon fontos, a kuplungnál 38 mm. 38 mm kell legyen, Schublerrel mérve, tolómércével, bizonyos távolság. Másképpen... Van ám ráspolytól kezdve minden. Nézd oda, Tomikám, itt a faművelő eszközök, ezt nézd meg. Spakli. Spaklik. Kis pakli, nagy spakli. Még alig használtam, a másik ott van négy. Az... Ez micsoda? Favéső. Favéső? Ez is favéső, né? Uh-huh. Szett. Alig használt, ne csak... Azért van véve, hogy legyen. Ja, hogy legyen. Fakalapács. Igen, van, amikor a fakalapácsra használom. Csapágyoknak. Miféle? Na? A fémfelületeket, amikor szétszerűkkel kapcsolatban, ide motrot, és a pakolás leveszik a deknét, akkor a fémfelületet ezzel tisztítjuk meg, tökéletes tisztára, ne legyen semmi, nem maradjon, úgy mondják, hogy Saber, romános neve, Saber. Saber. Nézem, vannak itt szegek, csavarok, fúrók, van itt minden bazár. Fűrészektől kezdve. Ez a régi zseblámpa, azt a neki. Az sem mai gyerek. Mert milyen alkatrészek ezek? Gyurika. Kuplunk tartja. És alatta? Csak a kuplunkhoz tartozik a nyomólemez. Ezek a, itt mondom, a kutyát, ne tedd. Ezt nyomja meg a csapágy. Ez két darabból tevődik össze. Az álló és a mozgó. Ez állandóan fel van fogatva a sunkerékre. Ez állandóan forog. De amikor a kutyát megnyomom, ez a része behúzódik. Elengedi a kuplungtartást, nem viszi a kocsit előre. Értem-e? Megáll. Megáll a kocsi. És így tudod betenni sebességbe. És a kuplungtartást, mikor engeded el, szorítsa meg a tartást, akkor indul a kocsi. Ez Feri bátyám, ez itt mi akar lenni? Na, hát az egy átalakított alkatrész. Ez a kis bogot alól, a kis pompa, akkor mint a jókujakon. Igen. Ez a kis pompa képes a nagy rábát, a 10-20 tonnás rábának az elejét mozgatni hidrolikába. Igen? Ez az olajpompa. Aha. Én átszereltem már differenciálba, reduktorba,
kapcsoló szekrénybe tenni olajat, elég nehéz volt egy ilyen kézi pompával. És akkor ezt viszem, töltöm bele az olajat, csak is hajtom, megy be az olajat. Máskor, amikor a könyökem menni vissza volt folyva a varvalin, tudod, hogy igen, nem fész hozzá, nincs hely. Uh-huh. Mert pedig van egy kankó a végén, de látod, a slagnak, itt van néha. Látod azt a fémcsövet? Uh-huh. Itt a fémcső, ez megy be a beöntő nyílásba, és túlfelé van a manivella, a kurbli, hogy mondják, hogy forgatom, nyomja be az olajat. Az egy használat, most elítem ki, motorina szűrő, és a belső részét kiveszem egy-egy keveset, mikor megyünk ki a zöldbe, tűzgyújtani elsőosztályos. Értem. Nem igaz? Nem de, jogos. Húzok, kiteszem bele a zacskocskába, és mikor adom a gyufát, egyből, nem is gyufa, öngyújtó. Alkatrészek. Azt mondja, hogy... Nézd oda ott a szekrénybe is, micsoda kincsek vannak, Tomi? Hát igen, ez miféle? Ösmered? Ez a központi áram megszakító. Ebben jár a kulcs, leveszem, áram nincs. Tehát ide jön az áram, a kulcssal átteszem a másikba, azt kapja az egész rendszerre az áramot. Megszakítottam, nincs. Kontakt generál román. Mondta is Tomi, hogy kontakt, ha én hallottam. Tetszik tudni? Látod, egy csavarban, ilyen facsavarban, nagyon erős. A lámpszor tud megrendezni azt aztán. Vagy ha nem elszakosz. És akkor mit csinálunk? Hát nem való. Tehát azért van a lánc, hogy legyen. Ne kelljen legyen, a szomszédba legyen. Menni. Úgy legyen, alkatrészek itt aztán sok minden sekkére. Tominak is van, képzeld el, Feri bátyám, két láncfűrésze is, igen? Kettő is van neki. Úgy vágja a fát, hallott, hogy fú. Beszerveztem magam, mert ezek a bizonyos anyag, ezek a menetűek. Ilyen most a kereskedelme nem igen találsz. Csak normál menettel. És akkor megvannak a kerék. A kerék savarok is, ne látod. Ezek a kerék savarok. Speciál dolgok, ilyet nem találsz most. De még volt, vettem. Miért? Legyen. Csak emberi. Az legyen külön. Ott, ez így. Te is rendet tartasz, Tomi? Próbálsz? Úgy nagyjában kell. Nagyjában rendet kell tartani. Hát sok alkatrész van, differenciálok is van egész differenciál gömb, vagy mondjuk, elektromotrok, áramfejlesztők, de nem egyes számba, tők, elektromotor 2, ami most rajta van, az egy szlovén gyártmányú Iskra, még van nekem 2 román, és alternátor is 2, úgyhogy a villanyszerelőtől hazahozva, kipróbálva, abszolút garantálva. Baj van, cserél. 1997-ben, amikor hazaköltöztünk Csepi-Szentgyörgyön, ott laktunk az illetéket, ott éltük le, tiszta egyedül, kézifűrészkével, mert drusba volt nekem ez. Ez ne, villanydrusba. Ez erősebb, mint a kis stílen. Ez a villanydrusba. Uh-huh. Ez megvolt. De ebben csak ugyan nem deszkavágni való, mindent. Kicsi fűrészsel fűrészeltem, és építettem tiszta egymagam az egész műhelyt. De látom, te is jól csinálod, mert papírral van leszigetelve, az meg sok mély elképesztő jól szigetel. Másképpen itt akárhogy is kaptam az ízletet 2 embertől, a stílusát, hogy legyen építve a külső formája, az a kiugrás, az jó, eső ellen is ugyebár. És akkor egy építészmester mondta, hogy a deszkákot nehogy egymásra rakj, így szegedett, hanem egy kicsit borítsák egymást. Uh-huh. És akkor úgy csináltam, tűnt, hogy egy kicsit borítsák egymást. Na Tamás, hogy tetszik neked ez a kis műhely? Tetszik, jó volna egy ilyen. Jó volna egy ilyen? Hát amikor megépült, kongott. És mit szólsz, sok hasznos információt mondott Feri bátyám? Igen. Eljönnél hozzá tanulni? Igen. Feri bátyám, elfogadnál tanítóványnak? Én úgy szeretem átadni a kis, amit én is tudok, hogy adjam át, de olyan gyereknek, amelyiket látom, hogy érdekli. Nem, hogy csak mondok, és nézi ott a madaragot, hogy repülnek az éjben, és oda se figyel, hanem. Amit érdekli tényleg, érdekli a szakma. Sok minden van itt. Na jó van, én meg elköszönök tőletek.
Itt vannak még. Ha ön is szereti Erdélyt, és értékeli az erdélyi túrák Dóri és Péter munkásságát, akkor ön is támogathatja egy liter tej, vagy egy liter üzemanyag árával a munkájukat. Kattintson a YouTube csatorna felületén a csatlakozás gombra, és ott kiválaszthatja azt az összeget, amivel hozzájárul ahhoz, hogy még szebb filmeket készítsen Dóri és Péter az erdélyi túrák. Köszönjük!